Szeretettel köszöntelek a videómban. Most nagyon finom kakaós kekszeket szeretnék bemutatni nektek. Ezúttal a lányom volt a segítségemre, ő készítette őket. Nagyon jó állagú, megtartja a formáját és a belenyomott mintát. Ebből az adagból körülbelül 65 deka keksz lett. Kicsi gyerekkel is jó móka lehet a formázása, nyomdázása. Készítsétek el ti is! Ha tetszik a videó, kérlek lájkold, sokat segítenél nekem vele. Ha szeretnél értesülni egyéb receptjeimről is, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen! Kétszáz gramm vajat morzsoljunk el 360 g liszttel. Utána adjuk hozzá a többi alapanyagot. Egy egész tojást, 30 g cukrozatlan kakaóport, 110 g porcukrot. Majd gyors mozdulatokkal gyúrjuk az egészet egyneművé. Ha összeállt a tészta, csomagoljuk fóliába és helyezzük hűtőbe legalább 30 percre. Ha kellően lehűlt, nyújtsuk ki 5 mm vastagra. Szagassunk belőle tetszés szerinti formákat. Helyezzük sütőpapíros tepsire, és előmelegített sütőben 180 fokon süssük 8-10 percig. Figyeljük közbe, hogy ne égjen meg. Ugye milyen egyszerű és könnyen elkészíthető? Próbáld ki te is! Igazán érdemes elkészíteni ezeket a finom kekszeket, fém dobozban sokáig eltarthatóak. Köszönöm, hogy megnézted a videót, szép napot kívánok! Sziasztok!